Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! A mai videóban egy répa torta tekercset fogok nektek megmutatni. Lehet, hogy elsőre egy kicsit szokatlannak, meg macerásnak tűnhet ez a piskóta, amit elkészítettem, de higgyetek nekem, megéri kipróbálni, mert egy nagyon-nagyon kellemes, szuperállagú, nem törős változatot fogtok kapni, amit hogyha egyébként többször készítenétek el a jövőben, nem csak répa tortához, de akár önmagában piskóta tekercsnek sem utolsó, akkor már nagyon könnyedén is egyszerűen fog menni. Először is a tojásfehérjét a megfelelő mennyiségű cukorral közepesen kemény habbá vertem. Nem kell, hogy nagyon-nagyon extrém kemény legyen, de azért ne forduljon ki a tálból, így jól megtartja majd a levegőt, és nagyon szépen megemeli majd a piskótánkat. Láthatjátok itt a felvételen, hogy talán én egy fokkal jobban túlkevertem, és egy picit már ilyen darabosnak is tűnhet. Mivel szükség van a tojás sárgájának a kikeveréséhez, szintén a KitchenAid-nek a züstjére, így fogtam, és a tojásfehérjét kipakoltam belőle, de egyébként, hogyha gondoljátok, akkor az egyiket kézimixerrel, a másikat pedig, hogyha van otthon álló mixerrel is el tudjátok készíteni, hogyha pedig kézimixerrel készítenétek, akkor pedig nincs más dolgotok, mint egy másik tálba belerakni a tojás sárgáját, a szükséges cukrot és a többi alapanyagot. Ezt a részt is viszonylag sokáig fogjuk keverni, nagyjából a 3 vagy a 4-szeresére fog az egész megnőni, és ez is szintén azt szolgálja, hogy egy nagyon könnyed, nagyon levegős alapot fogunk kapni, ami egy légies, könnyed, különleges piskótához fog vezetni, és láthatjátok, hogy milyen szép lett. Most vaníliás cukrot használtam hozzá, de vanília aroma is tökéletesen megfelel. A nagyon apró lyukú reszelőn egy ilyen nagyobb méretű répát lereszeltem. Igazából a mennyiség az nem annyira fontos, hogyha szeretnétek, lehet egy picit többet, vagy pedig kevesebbet. Illetve nagyjából egy marok, azaz ilyen 50 g, 70 g-nyi diót a kávédarálón ledaráltam. Egy picit zöldnek tűnhet ezen a felvételen, az azért van, mert a kávédarálóban előtte zöld színű makaronhéjakat daráltam rá, és akkor ez egy picit megszínezte, de hát ízében egy makaron nem igazán ront rajta. Úgyhogy ehhez a könnyed tojássárgályás részhez adtam hozzá a diót, a reszelt répát, illetve 1-2 evőkanálnyi mézet. A méz az ehhez hasonló piskótákban nagyon-nagyon jó szerepet tölt be, egy kicsivel szaftosabbá és jobb állagúvá tudja tenni, úgyhogy ha úgy gondoljátok, és nincs otthon, akkor emiatt azért ne vegyetek, úgyhogy elhagyható, nem is kell egyáltalán semmivel pótolni. Nagyon lassú, alacsony fokozaton kevertem bele a dolgokat, mert nem volt már célom az, hogy még több levegőt juttassak bele, és most úgy állok, hogy készen vagyunk a tojás sárgájával és a tojás fehérjével is, és először a tojás fehérjének nagyjából a felét hozzá fogjuk adni a tojás sárgájás részhez. Ez azért kell, mert hogyha a végén adnánk hozzá, akkor olyan sokat kellene rajta kevergetni, hogy az összes tojás fehérjében benne lévő levegő buborékot kikevernénk belőle, úgyhogy ez egy ilyen fokozatosan összepakolós recept, és ezért is mondtam, hogy lehet, hogy valakinek egy kicsit macerásnak tűnhet, hogy nem dobjuk össze az egészet, és nem keverjük össze az egészet, hát ez most egy ilyen különlegesebb, kicsit szebben bánós recept, úgyhogy ha gondoljátok, tényleg nézzétek meg, higgyétek el, nagyon-nagyon jó, hogyha pedig nem, akkor süssetek saját piskótát, és akkor rakjatok bele répát, diót, ehhez hasonló dolgokat. Jöhet hozzá a lisztes keverék, aminek a fele kukoricakeményítő, másik fele finom liszt, van benne egy csipet só, van benne egy csipet sütőpor, illetve ilyen mézes kalács fűszer keverék, ami helyett természetesen akár csak fahéjat, vagy pedig gyömbért, fahéjat, meg egy nagyon-nagyon pici szerecsendiót, szegfűszeget, ehhez hasonló dolgokat lehet használni, és bele is szitáltam, hogy még jobb legyen az állaga, ne legyenek benne csomók, és az ehhez látható kézmozdulatokkal óvatosan beleforgattam, és jöhet bele az olaj. Ez nagyjából 60 g, 60 milli, attól függ, mivel méritek, és ezt is nagyon szépen óvatosan beledolgoztam a tésztába, és láthatjátok, hogy csak az utolsó szakaszban rakom bele az olajas részt, nem keverem össze a tojás sárgájával, ez is szintén azért van így, hogy ne nehezítse el a tésztát, és az egész
levegős, légies tudjon maradni, és nincs más dolgunk, mint beledolgozni a tojásfehérjének az utolsó részét. Egyszerűen belepakolom az egészet, és laza, lágy mozdulatokkal beleforgatom. Hogyha az ember nem kamerázik, akkor természetesen ennél kicsit könnyebben, szebben lehet az egészet úgymond elkészíteni, tehát én szerettem volna nektek megmutatni. Egyébként nagyon régóta használom ezt a piskóta receptet, nem az én kitalációm, az eredeti receptet, ami egyébként nem répatortához készült, és van már az enyémben némi módosítás, meg fogjátok a leírásban találni, tehát hogy nem teljesen azonos, de ez a koncepció, hogy a tojássárgáját külön, a tojásfehérjét külön el kell készíteni, az nem magamtól származik, úgyhogy érdemes lehet azon az oldalon is megnézni. Évekkel ezelőtt is mutattam már nektek ezzel a recepttel piskóta tekercset, és akkor is nagyon sokan írtátok, hogy valóban nektek is nagyon bejött, nagyon szép, jó végeredményt kaptatok. Én a sütőmnek a nagyméretű tepsijébe raktam bele az egészet, szépen eldolgoztam a tetejét, hogy azért egyenletes legyen, majd pedig alsó-felső sütésre kapcsoltam, állítottam a sütőt, és egy ilyen 20-21-2 percig sütöttem, tűpróbát azért érdemes végezni, körbevágtam a széleit, hogy ne húzza meg nagyon a tetejét, amikor egy picit elkezd hűlni, majd pedig az egészet átfordítottam egy porcukrozott sütőlapra, vagy hogyha valakinek van otthon egy ilyen szép konyhában használatos tiszta konyharuhája, akkor arra is lehet, nekem nincs olyan, amire szívesen ráraknám a piskótáimat, úgyhogy én mindig sütőpapírt használok, mind a négy szélét levágtam, és itt láthatjátok, hogy milyen könnyed, rugalmas, de nem törik és nem szakad. Ez egyébként az elkészítési módnak, illetve a benne lévő keményítőnek is köszönhető. Az egyik oldalát pedig, ahol majd végződni fog a piskótánk, egy ilyen ívesen bevágtam, hogyha feltekeri az ember, akkor az egész egy gyönyörű, kerek formát adjon. Ez is elhagyható, de én szeretem így elkészíteni. A maradék piskótát pedig így családügyileg el szoktuk rágcsálni, de hogyha gondoljátok, akkor meg is szárítható, és kekszmorzsaként felhasználható akár ilyen kókuszgolyónak, meg ehhez hasonló dolgoknak, és amíg hűl a feltekert piskóta tekercsünk, addig gyorsan elkészíthető hozzá a töltelék, ami nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, 3 deci zsírosabb tejszínt használtam hozzá, hogyha valakit érdekel ez a Ken típusú, magasabb zsírtartalmú tejszín, itt a szegedi cukrász diszkontban vásárolható, ha jól emlékszem, 1 liter, és 2000 forint körül van az ára, jó minőségű, egyébként ilyen nagy mennyiségre nekem nincs szükségem, úgyhogy általában gondot okoz nekem a felhasználása. Úgyhogy a tejszínhez adtam 2-3 evőkanálnyi porcukrot, és jöhetett hozzá 1 evőkanálnyi tejföld, valamint 250 g mascarpone, és ezt az egyszerű tejszínes kikevert krémet egyébként nagyon-nagyon sok minden máshoz is lehet használni, akár süteményeknek a tetejére is rá lehet habcsővel adagolni. Én azért raktam bele tejföld, mert ad egy kicsit savanykásabb, ilyen sajtortára emlékeztetőbb ízt, míg a mascarpone meg a tejszín önmagában nem túl intenzív, úgyhogy szerintem ez az egy kanál tejföl, akár görög joghurt, vagy bármi ehhez hasonló, nagyon-nagyon kell bele, mert finomabbá teszi. Én még használtam hozzá ilyen narancsolajat is, helyette citromhéjat, narancshéjat, biováltozatban nyugodtan lehet belereszelni, hogyha szeretitek, és itt láthatjátok, hogy milyen szuper állaga van, szép formatartó is, kicsit ilyen sűrűbb, krémesebb, nem egy ilyen tejszín habra emlékeztet, hanem egy finom töltelékre, finom krémre. Látható, hogy a piskótának a tetejét nagyon-nagyon vékonyan megpróbáltam bevagdosni. Ezt tényleg csak akkor végezzétek el, hogyha vékonyan tudtok végig szaladni rajta, ilyen 1-2 millire gondolok, ez segít abban, hogy még szebben feltekerhető legyen. Sajnos én 1-2 helyen egy picit bejjebb szaladtam, és majdhogy nem átvágtam szegény piskótámat, úgyhogy első körben lehet, hogy ezt nyugodtan elhagyhatjátok, nehogy félbevágjátok, mert akkor nem fogjátok tudni feltekerni, és ha betöltöttük, szépen eligazgattuk egy kis lapát, vagy egy spatula segítségével a krémet, akkor nincs más dolgunk, mint feltekerni, és egyébként, hogyha
nem zavar benneteket, hogy ilyenkor még picit csúnyábban szelhető a sütemény, akkor már is szelhető porcukorral meghinthető, de hogyha szeretnétek, hogy egy kicsit összeszilárduljon az egész, akkor érdemes szépen bebugyolálni, berakni a hűtőbe, és megvárni, hogy picit megtermedjen a krém, és látható ez a kis porcukros részt segített abban, hogy a külső ilyen vékony piskóta tető részt ne húzza le róla. Másnap pedig nincs más dolgunk, hogyha ti is esetleg egész éjszaka pihentetnétek, mint felszelni. Én beraktam egy kicsit a fagyasztóba. Ez a pici annyi lett, hogy több óra, úgyhogy kicsit túlzottan megdermed. Mindenféleképp szerettem volna nagyon szép, egyenletes szeleteket vágni, de egy fél óránál, 40 percnél tovább semmiféleképp nem érdemes bent tartani. Az enyém több óráig bent volt, úgyhogy teljesen átfagyott, és sajnos pont az ellenkezőjét értem el, nem tudtam annyira szépen felszelni, és a krém sem lett annyira szép, mint amikor először készítettem ezt a receptet, úgyhogy ne dőljetek abba a hibába, amibe én, hogy berakjátok a fagyasztóba több órára, mert nem azt kaptam, amit szerettem volna, úgyhogy a hűtőbe bőven elegendő berakni, és pár óra alatt ott is pontosan annyira összedermed, hogy szépen könnyedén szeretelhető legyen. Úgyhogy ez lenne az én répatorta tekercs receptem. Remélem, hogy kipróbáljátok, és nem tántorítottam el senkit ettől a piskótás variációtól, mert egyébként annak ellenére, hogy több szakaszban kell kikeverni a dolgokat, egyáltalán nem nehéz, egyáltalán nem bonyolult, és tényleg a végeredmény általában mindig tökéletes, és egy nagyon könnyed, nagyon különleges állagú piskótát lehet kapni végeredményül, a krém pedig, ahogy említettem, több máshoz is felhasználható. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a receptet. Tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is. Sziasztok!